Tisztelt vendégeink, köszöntöm Önöket a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2020-21. Tanévének általános iskolai ballagásán. Kérem Önöket, hogy az ünnepségünk kezdetén közösen énekeljük el a himnuszt. Tisztelt szülők, kedves rokonok, miután a gyerekek elfoglalták a helyeiket, most van lehetőség a virágok átadására. Felkérem Katona Gyula esperes urat igei köszöntőjének megtartására. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi alkalmon. Elsősorban titeket, kedves ballagó diákok! Isten igéjét olvasom, ahogyan az elmúlt 8 év valamennyi reggelén, amikor iskolában voltatok, hangzott hozzátok Isten igéje. Ezen a szép napon is kezdjük ezzel. Mózes 4. könyve, 6. fejezetéből, a 22-től a 27. versig terjedő szakaszt olvasom. Azután így szólt az Úr, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így mondják ki a nevemet, és én megáldom őket. Így szól az Úr. Kedves ballagó diákok, ünneplő gyülekezet, úgy gondolom, hogy ez a mai nap egy különleges nap. Nem csak azért, mert hónapokon keresztül sok minden másképpen történt az életünkben, életetekben, mint azelőtt, és így ehhez igazítva ez a ballagás is most mást, mint korábbi években volt iskolánkban, vagy bármely más iskolában, hanem azért is, mert nektek mégiscsak ez egy nagyon fontos állomása az életeteknek. És ezen a nagyon fontos fordulópontján az életutatoknak, amikor valami véget ér, lezárul, és valami új fog elkezdődni, hadd hangozzék Isten igéjéből az a jól ismert néhány igevers felétek útravalóként, amit korábban Isten tiszteletek végén a lelkipásztortól áldásként számos esetben hallhattatok. Lehet, hogy az elmúlt években úgy igazán nem is gondoltátok végig, hogy mi is az az áldás. Jó lehet magát az áldás szót naponta használjuk, hiszen így köszönünk az iskolánkban, hogy áldás, békesség. De mit is jelent áldást kérni, vagy még inkább áldást kapni, illetve áldást közvetíteni? Akire áldást mondanak, azzal az Isten erejét közlik. Miközben az áldás befogadó, az áldás hatása alá kerül, és ezáltal egy különös kapcsolat jöhet létre az áldás kapó ember és Isten között. Éppen ezért, akire áldást mondanak, azzal Isten erejét közlik. És nem az a kérdés, hogy ki mondja. Nem az a kérdés, hogy hol mondja, és nem az a kérdés, hogy mikor hangzik el az áldás. Mert nem köthető az áldás csak a templomhoz, egy istentisztelethez, mert áldást nem mi adjuk, hanem a mindenütt jelenlévő Isten. Mi emberek legfeljebb csak kérhetjük, vagy közvetíthetjük. És ezért olvashatunk számos helyen a Szentírásban arról, hogy emberek, kezdve az ősatyákon, folytatva prófétákon, nagyapákon, szülőkön, királyokon, prófétákon, papokon keresztül sokan mondanak áldást másokra, közvetítik az Úr erejét. Maga az Úr Jézus Krisztus is mond áldást a tanítványaira, amikor távozik e földi életből a mennyei dicsőségbe, és ő maga is kap áldást születése után, ott a templom lépcsőjén, amikor Simeon megáldja őt. Amit most felolvastam, Ároni áldásnak is nevezzük. Háromszor halljuk megismételve Isten nevét ebben a rövid áldásban, aki annyira szeretné, hogy figyeljünk rá, figyeljetek rá, ezután is, későbbi életetekben is. Mert azt mondja az Úr, én áldalak meg benneteket. Itt is, most is, amikor kiléptek majd ez intézmény falai közül, és persze azokat is, akik itt fogtok maradni, és itt tanultok tovább. Minden élet eredője, de főként a gyümölcsöző életé, maga az örökké való Isten. És éppen ezért ő akar lenni számunkra, számotokra az élet középpontjává, hogy áldást, védelmet, biztosított jelenlétet, kegyelmet, érdeklődő figyelmet és békességet adjon. Az áldás és az ebből fakadó életerő küldője és ajándékozója tehát ő maga. Ezt hangsúlyozza ki ennek az áldásnak az első rövid sora, áldjon meg tégedet az Úr. Majd jön a folytatás, és őrizzen meg téged. Mindannyian vágyunk arra, hogy az életünk őrzött élet legyen. Ne ide-oda csapódó, hánykolódó élet. Ami kicsik voltatok, kedves szüleitek őriztek benneteket. Aztán itt az iskola falain belül
a pedagógusok vigyáztak rátok. És most, amikor majd kiléptek az életbe, egy másik intézménybe, vagy éppen itt maradtok, akkor mindig lesz valaki, aki mellettetek marad, szülők, pedagógusok, továbbra is. De ahogy itt is naponta megtapasztalhattátok az igén keresztül, ezután is veletek akar lenni Isten megőrző kegyelme. És mindez hozzájárul annak az ígérete, hogy ő a teljes jelenlétéről akar biztosítani titeket. Erre utal az áldás folytatása, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ahol az arc, az Isten jelenlétét, valóságát fejezi ki a bibliai szóhasználatban. És mindez együttesen valóban az ő könyörülő, irgalma szeretetének, kegyelmének a biztosítéka. Úgy gondolnánk, hogy akkor ennyi elég is az áldásból. De ennél sokkal nagyobb a mi Istenünk. Megőrző és megtartó kegyelmével túlmutat mindenen, és azt akarja, azon munkálkodik, hogy teljes értékű életet éljünk. Ez áll ugyanis az áldás befejező soraiban, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Vagyis ő az, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy az ő békessége töltse be az életünket. Nem csupán a kezét, hanem a szemeit, mindent rajtunk tart, és az ő orcáját is felénk fordítja. Tekintetével követi lépteinket, és ahol kell, beavatkozik sorsunkba. Nem akarja, hogy megelégedjünk azzal a békének nevezett állapottal, amit mi emberek szerezni, csinálni, esetleg szerződéssel, aláírással létrehozni tudunk. Mégpedig azért, mert tudja, hogy ezek a általunk szerzett békességek nagyon törékenyek, ideig valóak. Ő az ő békességét akarja adni. Olyan megbékélést akar létrehozni közte és köztünk, embertársaink és mi magunk között, sőt saját lelkünk irányába is, mert ez is nagyon fontos, hogy önmagunkkal is meglegyünk békülve, amely jóval több az éppen nincs háború állapotánál. Az ő békessége a gyümölcsöző életet, az egészséget, a jókedvet, a sikerességet jelenti. A héber nyelven a sálom, hallottátok már, ezt jelenti. Ezeket mind magában foglalja. Kedves ballagó diákok, éveken át kaptátok intézményünkben az áldást. Mi itt valamennyien azt szeretnénk, hogyha ez az áldás, Isten áldása tovább kísérne benneteket, későbbi életetekben is, és hatással lenne az életetekre. És higgyétek el, ehhez nem sok mindent kell tenni. Annyit kell tenni, hogy nyitott szívvel legyetek Isten iránt. Fogadjátok el az ő közeledését, engedjétek be továbbra is az ő jelenlétét az életetekbe. És ha tényleg ő lesz az Úr az életetekben, a szívetekben, akkor az áldások nem lesznek hatástalanok, védelmet, bűnbocsánatot és békét fogtok találni, mert akiket Isten megáld, bármilyen furcsán is hangzik, azokat az Isten mosolya kíséri. És egy mosolygós Istennel együtt élni, úgy gondolom, sokkal jobb, mint egy ítélő, haragvó Úrral. Vágyaitok így beteljesülnek, mert igazából arra és olyan dolgokra fogtok vágyni, ami ő maga, Isten, ami az ő lényéből ered, aki a szeretet, a megbocsátás Istene. És akkor létrejön a csoda, nem csak ti kaptok áldást, hanem ti magatok is tudtok áldást közvetíteni. Adja Isten, hogy ez így legyen mindnyájatok életében. Amen. Megkérem Palatinusz Pál igazgató urat ünnepi köszöntőjének elmondására. Kedves ballagó diákok, kedves vendégeink, szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit iskolánk egyik legszebb ünnepén, a ballagáson. Mint ahogy már elhangzott, sajnos ez egy kicsit más, mint ahogy eddig megszoktuk, de ez a nap mégis rólatok szól. Így megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Takásné Szabó Edina tanárnőt, a 8. A osztály osztályfőnökét és a 8. A osztály ballagó diákjait.
akik az elmúlt 8 év alatt óvodásból kisiskolások, majd alsósokból felsősök, nagy diákok lettek. Hogy mi történt az elmúlt 8 év alatt? Mi tanítottunk, neveltünk titeket. Ti pedig minden reggel, csillogó szemekkel, tudásvágytól szomjazva vettetek részt a 8 év alatt a több mint 7000 tanítási órákon. Most így magunk között bevallhatjuk, hogy olykor-olykor azért került néhány homokszem a gépezetbe, de a végeredmény fontos. Hogy most itt vagytok, és mindenki teljesítette kötelességét, eredményesen befejeztétek általános iskolai tanulmányaitokat. Kedves ballagó diákok, hiszem azt, hogy a tanítási órák, a közös programok, a versenyek, a feladatok megerősítettek benneteket kitartásban, önbizalomban. Bizonyíthattátok, hogy sok mindenre képesek vagytok. Hiszem azt is, hogy Szeged is, refis diákként tudjátok, hogy az isteni szeretet a legnagyobb kincs, amit kaphat az ember. Ebből a szeretetből merítsetek erőt, ha arra szükségetek lesz a jövőben. Kedves szülők! Köszönöm diákjaink, gyermekeik nevében is, hogy mindig számíthattunk önökre. Köszönöm iskolánkba vetett bizalmukat, a hűségüket, azt, hogy egymás segítve, támogatva érkeztünk meg ehhez a várva várt csodás pillanathoz, hogy búcsúznak, ballagnak gyermekeik, diákjaink. Kívánom, hogy még sokáig legyen együtt, egészségben, biztonságban, boldogságban szeretett családjuk. Kedves kollégáim! Köszönöm, hogy végigvezettétek ezeket a diákokat, az általános iskola néha küzdelmes, de elmét, lelket formáló útján. Köszönöm értéktermű, kitartó, áldozatos munkátokat. Kedves ballagók! Elhangzott a ballagási ének, bálatokon a ballagó tarisznya. Kívánom nektek, hogy egész életetek során legyen erőtök, kitartásotok a nehézségeket leküzdeni, alkalmazkodni a változásokhoz, tudjatok megbocsájtani, szeretettel fordulni azokhoz, akik körülvesznek benneteket. Higgyétek el, nem kell mindenkinek sztárnak, celebnek lennie. Elég, ha értékes emberek kiváltok. Tóth Árpád soraival zárom gondolataimat. Egy életcélt követni nemes gondolat. És mi kell hozzá? Csupán akarat, mely minden ifjú szívében él, küzdeni bátran egy új életért. Viszont látásra, Isten beletek. Köszönöm. Antóni Mirabella, 8. osztályos tanuló búcsúverse következik. Gani Zsuzsanna, ez a nap is elérkezett. Ez a nap is elérkezett, a múlt perc volt csupán. Eljött hát a búcsú, s most állok tétován, s után. Így cseperedtem, megnőttem, lassacskán belépek a jövő kapuján, hol érzem, csodák történnek. Emléked magammal viszem, és nem nézek vissza. Felszállok a széllel, könnyeim a földbe issza. Víga derűsen és széles mosolya pillantok a nyára, s vígan keringőzök kis hülemüle dalára. A ballagó diákok nevében Patkás Petra 8. osztályos tanuló gondolatai következnek. Tisztelt tanáraink, diáktársaim, kedves szülők, hozzátartozók! Búcsúzni jöttünk ma ide. Búcsúzunk kedves iskolánktól, tanárainktól, kedves osztályfőnökünktől, Edina nénitől, egymástól, a barátoktól. Nagyon hálásak vagyunk az iskola vezetőségének, hogy most itt állhatunk és átélhettük a ballagás varázsát. Boldogság tölti el a lelkünket, mert felidézhetjük az eltelt 8 év élményeit. Kisgyermekként léptük át az iskola kapuit. Tanítóinktól megtanultuk az írást, olvasást, számolást. Minden ismeretet elsajátítottunk,
ami a következő iskolába lépéshez szükséges. Köszönjük kedves tanáraink áldozatos munkáját, toleranciáját, hisz nem volt mindig könnyű velünk. Drága Edina néni, kedves osztályfőnökünk! Köszönjük, hogy jó közösséget kovácsolt belőlünk kedvességével, odafigyelésével, humorával, közvetlenségével. Szeretetéből, figyelméből mindenkinek jutott, szívvel, lélekkel nevelt minket, tanította jóra. Ha rossz fát tettünk a tűzre, akkor is segített. Nehéz elválnunk öntől és egymástól is. Szívesen emlékszünk majd az első osztálybulira, az ott alvós kirándulásra, a sok nevetésre, az érdekes történetekre, az első metrózásra Budapesten. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettük a szülinapokat, megtanított minket egymásra figyelni. Hisszük, hogy az itt szövődött barátságok sokáig fognak tartani. Kedves szüleink! Köszönjük nektek a szeretetet, ahogy neveltetek minket. Mindent megkaptunk tőletek ahhoz, hogy felhőtlen gyermekkorunk legyen. Köszönjük, hogy biztosítottátok a nyugodt hátteret ahhoz, hogy oda tudjunk figyelni a tanulásra, s támogattatok minket, ha elcsüggettünk vagy szomorkodtunk. Reméljük, hogy a mostani búcsú nem tart sokáig, s hamarosan találkozni fogunk. Az itt szerzett pozitív élményekre mindenki sokáig emlékezni fog. Végezetül egy idézettel búcsúzom tőletek Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című verséből. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Köszönöm a figyelmet! A következőkben díjak jutalmak átadására kerül sor. Megkérem azokat a tanulókat, akik majd hallják a nevüket, hogy jöjjenek ki a jutalmak átvételéhez, és felkérem igazgató urat a jutalmak átadására. Patkás Petra, 8. A osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményéért jutalomban részesül. Medve Levente, 8. A osztályos tanuló, az énekzene tantárgyban nyújtott kiemelkedő eredményéért jutalomban részesül. Barát Rebeka, 8. A osztályos tanuló, az énekzene tantárgyban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért jutalomban részesül. Antóni Mirabella, 8. A osztályos tanuló, az énekzene tantárgyban és versmondásban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért jutalomban részesül. Patkás Petra, 8. A osztályos tanulónak az angol, földrajz, matematika, biológia tantárgyakban és a helyesírásban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért szintén jutalmat adunk át. Fordulj szembe! És azért kértem Petrát, hogy maradjon itt, mert számára a nevelőtestület egy alapítványi díjat is odaítélt, és ezt szeretném most önökkel ismertetni. Patkás Petra Lina az iskolában eltöltött 8 év alatt 135 darab oklevelet szerzett. Alsó tagozatos eredményei bibliatörténetmondó versenyeken, iskolai, városi szavaló versenyeken, iskolai tanulmányi versenyeken, könyvtár által meghirdetett 2 hét egymese pályázaton, bendegúz, kenguru és zrínyi tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. Levelezős versenyek közül suliguru, tudásbajnokság matematikából, magyar nyelvből, környezetből arany-ezüst fokozatokat szerzett. A Tiszakécskei országos mesemondó versenyen 2., szépíró versenyen pedig 3. lett. Alsó tagozat elvégzése után kimagasló eredményeiért Mira Talentum díjban részesült.
a felső tagozaton, a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulóján minden évben első helyezett volt, a megyei fordulón is szép eredményekkel végzett. Szép magyar beszéd Kazinci versenyen szintén első helyezett lett. Országos bibliai történetmondó versenyen az Én Bibliám fogalmazási pályázaton első helyezést ért el. A Tudásbajnokság országos versenyen matematikából, anyanyelvből, történelemből aranyminősítéseket ért el. A Locz János szövegértési és helyesírási verseny iskolai fordulóján minden évben első helyezett lett. Petra mind a 8 tanévben kitűnő tanulmányi eredménnyel végzett, mindezekért a nevelőtestület véleménye alapján Petra megkapja az általános iskola kiváló tanulója díjat, amit a Diákjainkért Alapítvány ajánlott fel. Kedves vendégeink, ballagási ünnepségünk zárásaként énekeljük el a szózatot. Ezzel ballagási ünnepségünk véget ért, további szép napot kívánunk mindenkinek, áldás békesség! Thank you.
Tisztelt szülők, kedves rokonok, miután a gyerekek elfoglalták a helyeiket, most van lehetőség a virágok átadására. Tisztelt vendégeink, köszöntöm Önöket a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2020-21. Tanévének általános iskolai ballagásán. Kérem Önöket, hogy ünnepségünk kezdetén közösen énekeljük el a himnuszt. Következő percekben Békésváros önkormányzatának képviseletében Kálmán Tibor polgármester úr mond ünnepi köszöntőt. Kedves ballagó nyolcadikosok, szülők, tisztelt pedagógusok! Megható, emlékekkel, álmokkal teli órához érkezett nem csak a ti, de valamennyiünk élete is. Sokan és sokféleképpen próbálták már megragadni ezt az érzést, amelyet leginkább a lezárás és a továbblépés kettősségével lehetne leírni. Mi, valamennyien, akik most eljöttünk ide, ki búcsúzni, ki pedig búcsúztatni, tudjuk, miről is szól valójában ez a nap, és az ezután következő hetek, hónapok. A továbbtanulás, a középiskolák izgalmas világa vár benneteket. Mi, akik most vendégként, szülőként érkeztünk ide, mind ismerjük már ezt az érzést. Kilépni az iskola kapuján, immár határozott célok egy új kezdet felé. Nagyot változott a világ, mióta mi megtettük ezt a lépést, ám azok az értékek és a tudás, melyet most jelképesen talisznyába téve magatokkal visztek, örök támaszként állnak mellettetek. Eddigi életetek a tanulás, az előgyűjtés jegyében telt, ám lassan a végére juttok, képletesen szólva végére ballagtok ennek a szakasznak is. Bízom abban, hogy a legtöbben már jól tudjátok, hogy merre vezet a további utatok, hogy aztán majd később az élet mely területén szeretnétek megtalálni számításotokat és a boldogságotokat. Tisztelt ballagó diákok! Kár volna titkolni, vagy könnyebbnek láttatni azokat a terheket, amelyek alatt ma társadalmunk létezik. Minden generációnak kell, hogy legyen küldetéstudata, kell, hogy legyen egy történelem során megismételhetetlen, mulaszthatatlan feladata. Mai igen nehéz világunkban pedig nektek különösen nagy feladat, különösen nehéz munka juthat. Hiszem azonban, hogy a Szegedi Kis István számos értéket és hagyományt hitelesen képviselő nevével fémjelzett református általános iskola felkészülten indít benneteket erre a küzdelemre. Nincsen az életnek olyan területe, ahol ne volna ma szükség a szorgalmas, alkotó emberre, így biztos vagyok abban, hogy valamennyien megtaláljátok majd a helyeteket. Ebben nem csak a már megszerzett ismeretek lesznek majd segítségetekre, hanem az eddig kötött barátságok,
a mögöttetek álló családok támogatása is. De ne higgyétek, hogy mostantól csak komoly küzdelem vár rátok. Életetek legélménytelibb, legvidámabb éve is előttetek vannak. Az iskola kapuival együtt maga a világ is kitárul előttetek. A középiskola új lehetőségek sorát, az önálló döntések lehetőségét nyitja meg előttetek. Új élmények, új barátságok jönnek majd, de soha ne felejtjétek, hogy hol tettétek meg az első lépéseteket. Iskolátokon, tanáraitokon és diáktársaitokon kívül emlékezzetek mindig erre a városra is. Békési diákként néhány utokhoz talán utoljára tudom ma a szavamat idézni, hiszen sokan más városban folytatjátok majd tanulmányaitokat. Innen elkerülve pedig már mindannyiunkat képviseltek majd a gimnáziumok, szakközép és szakiskolák világában. Ám soha ne felejtjétek, a siker nem mindig mérhető pénzben, anyagi javakban. A siker jelenthet és jelent is helytállást, becsületet, kitartást. Legyetek büszkék hát szűkebb szülőföldetekre, őrizzétek meg jó emlékezetetekben Békés városát. Bízom benne, hogy többen lesznek majd, akik visszatérve is, itt találjátok meg otthonotokat. De bárhogy is legyen, bármit is tartogat számotokra a sors, tartsatok ki hazánk a magyar föld mellett. A jövőnk most ti vagytok, s útna indulva jelképes talisznyátokban ott lapul a mi hitünk és szüleitek reménysége is. Úgy hiszem, nem csak jó magam, munkatársaim, de Békésváros egész lakossága nevében is mondhatom hát most. Legyetek igazán boldogok, és lépjetek tovább bátran, magabiztosan. Ehhez kívánok nektek sok sikert, további színes, építő diákéveket, egyúttal pedig szeretném megköszönni szüleitek, tanáraitok áldozatos és kitartó munkáját, mely idáig új lehetőségeitek kapujáig vezetett benneteket. Isten áldjon benneteket! Hallgassuk meg Horváth Levente 8. osztályos tanuló búcsúversét. Tóth Tünde, bonts ki a vitorlát! Bonts ki a vitorlát, és indulj az útra! Van elég hátszered. Új utak várnak a kalandos életben, és felfedezetlen tengerek. A fájó és a búcsú, így teljes a világ. Lásd meg a célod az élet viharain át. Bonts ki a vitorlád, és indulj az útra. Legyen jó hátszered. Az igaz barátok sohasem búcsúznak. Melletted fogják a köteled. A ballagó diákok nevében Cinanó Alexandra 8. A-osztályos tanuló gondolatai következnek. Tisztelt tanáraink, kedves diáktársaink, drága szüleink, vendégeink! Egy évvel ezelőtt mi sajnos nem tudtunk elköszönni az akkori nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsút mondanunk. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztük idősebb diáktársainkat a ballagásukon. Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk. Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk szól. Értünk van itt mindenki, ami kezünkben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúztatnak. Nehéz, mivel ezen a napon lezárult életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, s csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Otthon voltunk. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. 8 évvel ezelőtt nagy izgalommal léptük át az iskola kapuit, de tanítóink féltő szeretettel fogták kezünket, segítségükkel elsajátítottuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát, és bevezettek a számok rejtelmeibe is. Aztán nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk. Mások lettek a gondjaink, mások a céljaink. És az idő egyre csak múlt. És most itt állunk, ballagó nyolcadikosként, az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk. Szomorúan gondolunk arra, hogy többé már nem követünk el együtt diákcsínyeket,
nem mesélünk mulatságos, tanulságos történeteket. Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük az évet, nem várnak ismerős arcok. Az elmúlt 8 év emlék lesz. Egy emlék, amely lassan elhalványul, megkopik, de nem tűnik el, nem tűnhet el nyom nélkül. Búcsúzunk tanárainktól. Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. A tanító néni szava, amely törvény volt, sokáig elkísért bennünket. Igaz, ez az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Köszönetet mondok magam és diáktársaim nevében tanáraink türelméért, fáradozásáért. Elismerjük, hogy nem voltunk mint a osztály. Kérem, bocsássák meg csíntevéseinket. Maradjon meg emlékezetükben a szép, a kellemes, együtt töltött tanórák, kirándulások, az átidguzgult versenyek emléke, élménye. Kedves hetedikesek, sajnáljuk, hogy most nem lehettek itt velünk. Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi vízbe öltöztettétek iskolánkat. Ti most átveszitek a helyünket. Reméljük, jó példa voltunk számotokra. És most hozzátok fordulunk, drága szüleink. Hálásak vagyunk a gondoskodásért, szeretetért, támogatásért, amit minden nap megkapunk tőletek. De még ezután is szükség lesz rá. A mai nap számotokra is mérföldkő, hiszen gyermeketek életében lezárult egy szakasz. A félénk, csetlő-botló kisgyermekből középiskolás lesz, s még nagyobb feladatok állnak előtte. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy gondoskodásotok, türelmetek, aggódásotok mindig elkísér bennünket. Igyekszünk majd szorgalmunkkal, becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettetek, s tesztek ezután is. Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, iskolánktól. Soha nem feledjük el, hogy a Szegedi Kis István református általános iskola tanulói voltunk 8 hosszú éven át. Szinte hihetetlen, hogy mától kezdve már csak, mint volt diákok lépünk be ebbe az iskolába, és mindaz, ami itt történt a 8 év alatt, emlékké szelídül. Végezetül fogadják Juhász Gyula gondolatait. Lehet, hogy gyenge még a hangunk, lehet, hogy léptünk bizonytalan, de indulunk. A szépet, jót akarjuk, és érezzük, hogy hitünknek szárnya van. A következő percekben díjak jutalmak átadására kerül a sor. Megkérem azokat a tanulókat, akik majd hallják a nevüket, hogy jöjjenek ki a jutalmuk átvételéhez. Felkérem igazgató urat a jutalmak átadására. Cinanó Alexandra 8. C osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért. Nagy Zsolt 8. C osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért. Zsolti nemzetközi súlyemelő versenyen vesz részt, ezért nem tud itt lenni a ballagáson, és az anyukája vette át a díjat. Voloncs Virág 8. C osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért. Horváth Levente 8. C osztályos tanulónak a történelem tantárgyban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Kovács Barbara 8. C osztályos tanulónak a magyar és informatika tantárgyakban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Rádai Patrik, 8. C-osztályos tanulónak a hittan és testnevelés tantárgyakban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Somjai Vince, 8. C-osztályos tanulónak a történelem tantárgyban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Seidler Szabolcs, 8. C-osztályos tanulónak az angol tantárgyban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Tiba Bálint, 8. C-osztályos tanulónak a magyar és angol tantárgyakban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Berki Mózes, 8. C-osztályos tanulónak a hittan tantárgyakban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Olá Dóra, 8. C-osztályos tanulónak a hittan tantárgyban és az énekkarban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Püski Beáta, 8. C-osztályos tanulónak az énekzene tantárgyban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Rádai Leonárdó, 8. C-osztályos tanulónak az énekzene és testnevelés tantárgyakban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Botos Bakancsos Mira, 8. C-osztályos tanulónak az énekkarban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Labanc Florencia, 8. C-osztályos tanulónak az énekkarban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Mezei Amanda, 8. C-osztályos tanulónak az énekkarban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Cinanó Alexandra, 8. C-osztályos tanulónak az énekzene tantárgyban, az énekkarban és a kosárlabdában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Nagy Zsolt, 8. C-osztályos tanulónak a magyar földrajz és testnevelés tantárgyakban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Voloncs Virág, 8. C-osztályos tanulónak az énekzene, földrajz, matematika, biológia, kémia, magyar, rajz, fizika és informatika tantárgyakban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Azért kértem, hogy Virág maradjon itt, mert iskolánkban minden évben hagyomány, hogy a nyolcadikosok ballagásán átadunk egy alapítványi díjat. A nevelőtestület tagjai egyhangulag úgy döntöttek, hogy idén a diákjainkért alapítvány díját Virág fogja megkapni. Alig szól, hallgat. A szeme két titkos ablak. Magam sem értem, ha ott ül, észrevétlen. Ha nem jön, üres az osztály. Voloncs Virág. Kisebb könyvet tele lehetne írni azokkal a pozitív tulajdonságokkal, amelyek jellemzik őt. Kedves, szerény, önzetlen, nem akar uralkodni mások felett. Sohasem kérkedik, színes egyéniség, gazdag lelki világgal. Kiegyensúlyozott és tudja, mi a helyes. Eddig mindig kitűnő bizonyítvánnyal zárta a tanévet. Virág igazi polihisztor diák. Csak nem minden tudományterület iránt érdeklődik. Tehetséges magyar nyelvből és a reál tantárgyakból egyaránt. Rendkívüli érdeklődést mutat a művészetek iránt is, tanulmányait ezért művészeti irányban fogja folytatni. Tehetsége, intelligens kisugárzása,
Jól ismert az őt tanító tanárok számára is. Személyisége, céltudatossága példaképül szolgálhat minden tanuló számára. Voloncs Virág 8. C-osztályos tanulónak, a Szegedi Kis István Református Általános Iskola kiváló tanulójának címet adományozzuk. Felkérem Önöket, hogy ballagási ünnepségünk zárásaként énekeljük el a szózatot. Ezzel ballagási ünnepségünk befejeződött, további szép napot kívánunk mindenkinek, áldás békesség!